vagyunk a 2022-es első Dunakanyar-Vác rallin. Előfutunk az ORB mezőnye előtt. Tehát az a feladatunk, hogy felkészítsük a nézőket az éles autókra. Tehát nekünk igazából nem teljes versenytempóba kell közlekedni. Ha valamit látunk a pályán, akkor azt sportbíróknak jelezni kell le a stopban. De hát azért jöttünk, hogy jól érezzük magunkat. Ugye a hazai versenyről beszélünk, ugye mi Váciak vagyunk mind a ketten Olivérrel. Úgyhogy hát kocsikázunk. Az első két gyorsaságén egy kicsit még aludtam, tehát így fel kellett ébredni, de a másik kettőt azt nagyon élveztük, ott már kezdtük a nézőket is kiszolgálni egy kicsit. Itt-ott belógott az elágazásba a fák alá a hátulja, hogy örüljenek ők is egy kicsit, ha már kilátogattak. Tökéletes a rendezvény, nagyon szép helyen vagyunk, itt a Dunaparton a Service Park, jó idő van, hál' Istennek nem esik, úgyhogy teljesen optimális versenyzésre. Az autó az tökéletes. Az Extreme Rally kalandot, amit elkezdtünk csinálni évelején, ugye azt egy Mitsubishivel fogjuk csinálni, hogy ott fogunk taxisztatni vagy autóztatni, és ugye ezért is jöttünk ezzel, hogy itt is lássák az emberek, hogy ezzel a típussal kell majd számolniuk, hogyha beszeretnének majd ülni a jobb oldalra. Tökéletes volt minden, nagyon jó rendezvényen vagyunk túl, nagyon jók voltak a pályák, nagyon jó volt minden. Mi is jók voltunk, megpróbáltuk a nézőket is kiszolgálni, úgyhogy szerintem amit szerettünk volna, azt maximálisan teljesítettük. Köszönjük, hogy itt lehettünk.